könnyűre. Szia, szia. 150 ezer. V, mint Viktor. Ajaj. Igen, mondom most. Viszont szerintem Ádámnak én meg megvan. Azért könnyebb neki, mert mellentem már látragad az ész. Lehet fejteni? Hát de, könyebb, nem küldesz egy pici pénzt? De. Fújjad! Fújj! Jó. Hú. 50 ezer. Jó. Akkor mintha a fogalmat húzza. A hát vonnál be. Hát. Jó? Szuper. És akkor, hogy a szereplőd, akkor most megfejtetted. Mintha a fogalmat húznák. Milyen érzés? Mintha a fogalmat húznák! Hát persze! Szép munka! Kösz! Na! Ettől függetlenül Dejan gyűjtött a legtöbb pénzt, 520 ezer forintot gyűjtött, ez megy el egy digitális számára. Nagyon vigyázni fogunk Sandra 0 forintjára is, jó? Azt is fizetjük, banki alapkamatra betesszük, Ádám 150 ezer forintot gyűjtött ebben a fordulóban, és elvisz tudni még garantált árnyelményt, már is akkor tudom, hogy mi az. Szerintem csak egy hangszóró, de azt mondják, ez egy intelligens hangszóró. Örülsz neki? Nagyon köszönöm. Milyen zenéket szeretsz? Elektronikus. Akkor azt hallgass rajta. Jó. Kösz. Itt vagyunk a második fordulóval, folytatódik a szerencsekerék Szandrával, Dejánnal és Ádámmal. Eddig szerintem jól megy. Hogy vagytok? Jó. Élvezzük a játékot. Egy ember legalább megszólalt, de nekünk lőtt. Én legalábbis élek. Hát egyértél, úgyhogy így sokkal jó. De elküldötte a sok elég. Tehát az nagyon fontos, hogy ezek a pénzek mennek el ilyenkor pihenni. A tiéd az akár elég. Nem is. Nem kellett címbe kedni. Nem kellett. Állandóan a belakártyázom. Az jó lenne. Ez tényleg akkor valamit mondtam, tehát 3-3 forgatásra mind a ketten egy alkalommal igénybe tudjátok venni a szolgálataimat. Hadd így meg tudom fejteni, meg is fejtem, jó? Tehát, hogy 3-3 forgatásra, amikor jelzitek, akkor átveszem a helyeteket, de akkor az lesz, hogy ti lesztek a műsorvezetők, tehát nem lehet így állni és megkukulni, kérdezni kell, valamit, sztorit be kell dobni, mire vagyok kíváncsiak, és akkor arról beszélgetünk egy picit mi hárman, jó? Tehát nem csak ide állok és kukulok, jó? És akkor dolgoztatom a kasszát bérforgatónak, hanem ide állsz, és akkor szerintem, hogy a műsorvezető, ha rajtad is egy kis tét, akkor, hogy akkor jó sort le kell hozni, ha akkor belsik a nézettség, az nagy van, jó? Tehát akkor be kell dobni egy magánykért, jó, kis hálószoba, titkok, minden, ott minden mehet. Na, a második forduló előtt egy picit beszélgessünk Ádám, aztán bedobtam, hogy te félsz a baciktól. Kicsit ezt bonyts ki nekünk. Ez kb. 7 éve, amikor szájköltöztem Pestre, jött ki rajtam. Láttál egyszer egy bacit, ő? Nem, hanem a tömegközlekedést több sűrűben használtam, és ott láttam izgalmas dolgokat. Na, ott egyébként elmondom, hogy egy ilyen fogás után egy tehát a múlszak abszolút indult. Azóta már szörfözve közlekedek, nem kapaszkodok sehol. És ez, tehát ez, ha kimegyek a Margit szigetre például, ott van ez a szökőkút, és egyszerűen nem értem azt, hogy az emberek hogy merik belelógatja a lábukat abban a vízbe. Belégyek a bacillust, és már ott permettül is. Megbetegsz? Igen. Aha, ez nem jó. Szandra, neked van ilyen, hogy rá tudsz veszülni erre? Tisztaságmánia? Nagyon. Én nagyon megértem, amit az Ádám mond. Hát én egyfolytában takarítok, egyfolytában fertőtlenítek mindent. Úgyhogy mindig mondom, hogy a pókok is vízumot kérnek, hogy bejöjjenek hozzánk. Hozzánk sem simán bejönnek a radékok. Nálunk egyszerű dolog, mert a levegő tisztítóba is tisztított levegő megy már be. Szóval a feleségem ezekre a tadás. A levegő tisztító előtt a levegő tisztító. Pedig azt hittem, hogy én vagyok ilyen. Dupla dinamit. Szerintem sokan vagyunk köszönjük. Na viszont Dejan esetében ez egy emelt szint, ugye Dejan pedig a mosatlat nem tűri el. Így velélet, ez még gyerekkoromban alakult ki, engem hála Istennek így a szüleim ezekre alakulóan megtanítottuk, hogy lenne legyen a szobában és a mosogatóban is. És ugye gyerekkoromban ez normális volt, amikor ugye párkapcsolatunk, munkahely, akkor azért ebből adott a problémák, például most munkahelyen, amikor ott vagyok, látom minden szana szét, elmosogatok. Esznek, mint az állatok. Esznek, ott hagynak minden, rejből megyek, így, mint mosogatom én mindent el, és fotó rakom föl, és mondom, hogy felnőttek vagyok, kicsit az erőm, legyünk már rendezettebbeket, elegem van valaki, már úgy összevesztem, ordítottam előtt szintén. Nem igaz. Igen, szer, mondom, széttöröm azt is. Azóta így mindenki így áll, vigyázva, csaszát a belére, de így mosolt, rakják el, el van mosogatva, és mennek tovább. A feleségemnek mondom, hogy a vállás nem opció. Hiába láttad ezt, nem. Már nem lehet visszacsinálni, jó? Szóval szeretném tisztázni. Na, a második fordulónál járunk, nézzük meg, hogy mi a második fordulóban a villámjátékotok témaköre.
Pedig jól kezdődött. Kezdeket a gombok fölé, indul a villámjáték, aki tudja először nyomja. De szép tornasor vagytok. Esik a színvonal. Esik a színvonal. Nem mondom, egy kicsit előbb. Ez komputer, a legmodernebb japán számítógépes technika. 50 000 forint, de egy Deján nyomta először, mert majdnem alig hallhatóan mondta, de így van, ez volt a megfejtés, esik a színvonal, ha még csak az. Oké, lássuk a második forduló témakörét. Jó éjszakát. Akkor te nem is tudsz, hogy elmenni lefekülni, hogy balmosatlan, mi? Az ennyire nem vagyok kényszeres. Tehát néha azért előfordul, amikor van mondjuk egy nehezebb, hosszabb nap, vagy egy átmulatott éjszaka, ott azért ott maradnak a torrak meg a tányérok, az másnap reggel. De csak manuális eljel, vagy a mosogatógép is kielégít? Hát a mosogatógép is kielégít, de amúgy egy régen volt, mert én szeretem ezeket a manuális. Dörzsölgetni. Dörzsölgetni, így van. Tisztogatni, csiszolni. De fordul csak a puha oldalával. Nem kapargatjuk, mint az állatok. Jó, ez egy keresztrejtvény típusú feladat, nem lehet, hogy ilyen korán jött, de valószínűleg mert szintet látnak a szerkesztőségben által. Ez jó. Ez három viszonylag és egy függőleges szót fogunk keresni. Négy szót, amit azt köd össze, hogy jó éjszakát. Deján forgat. Huszonöt ezer. B, mint Béla. Nincs benne. Ádám, kíváncsi, hogy ki mikor használja el majd a gyémánt kártyáját, fordulj. Nagyon ó, itt van a zsebpénz szeletke, és ha ezt forgatnád, akkor effektív készpénzt adnék neked. Fújjad meg! Úgy van. Ezt már fújhatod 75 ezer. Van D, mint Dóra. Ezt kedvesen mondtad, ki ő? Nem ismerem Dórát. Akkor itt az ideje, mert nagyon kedvesen mondta Szandra. Csak azért nem kérdezted, hogy van-e már házasságban egy gyerek, mert nagyon kipihennek tűnsz, úgyhogy biztos én. 200 ezer. S, mint Sándor. Az gyönyörű 600 ezer forint egyetlen forgatással a Szandránál. Gyönyörű. Rá is kérdezhetsz, de ha nem, akkor mi mehetsz? Kicsi gyűjtögetek. €150 000, grandiózus forgatás vége. Évin Tamás. Az is van. €750 000 áll Szandra. Ajaj. Nincs oda. Gyönyörű, 250 megint. A Szandra egyszer elindul. Akkor nincs megállás. Elmint László. Ad is van. Kerek, 1 000 000 forint. Szandra, ingyen magánhangszó, bum! Persze. A játék neve Párban a pászban. Nagyon fogod szeretni. Ez egy újításunk. A lényege az, hogy Tannenbosz Szigmundtől kapunk majd három találós kérdést, amit majd nekünk meg kell fejteni párhuzamosan, jó? Tehát mindkettőnek jó választ kell adnia. Ha háromból kettő legalább sikerül, ingyen van a magánhozó, hanem 100 000 kapod. Tedd oda magad, mennyire vagy jó ezekben? Na, hát, meglátjuk. Akkor a ketten vagyunk. Gyémántkártya. Oké, Szigmi, mennyire nehéz a mai menü? Ideális. Na, amikor ilyet hallasz Fandemhoz színűtől, akkor tudhatod, hogy két lába van, nem a láb, alá lóga, nem lóga, tehát valami sőbaromság. Sokkal izgalmasabb, vízben. Jó vannak? Jó vannak. Na, ez érdekel. Készen el? Mert. Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig csúf, hernyóból kelek. Ah, tényleg, ez tényleg könnyű. Én is. Komolyan mondom, hogy köztünk megvan ez a szinkron. 3, 2, 1. Lepke pillangó, vagy lepke? Tökéletes. Amelyiket kéred, Szidni, hát. Szidni? Tessék. Picit sértő volt a szintje a dolognak. Mindig izgult ezeken, de mindenki ezeket bemelegítő volt. Egy kicsit bedobhatsz minket a mély vízbe. Na, lábalóban nem a lány.
Vízen csúszik, nem arany, arany csúszik, nem a víz. Mehet valami. Szép lányka ül a fán, piros ruha a derekán, szíve olyan, mint a kő, tudjátok, mi lehet ő? Na ez egy pandemos szívdi. Egy klasszikus pandemos szívdi. Szerintem nem? Kérdéssel ő. Igen, hál' is nem. Szandra, ezt meghallgatjuk még egyszer, sőt, ha rám hallgatsz még ötször. Mi van? Na koncentrálj. Jó. Szép lányka ül a fán, piros ruha a derekán, szíve olyan, mint a kő. Tudjátok, mi lehet ő? Aha, az biztos, hogy én nyomon vagyok. Tehát, hogy valami, aminek nagy magja van, gyümölcs, nagy magja van, és piros valami ül a derekán. Szívemből szóltam. Na, szintén ne zavar, mikor megfejtek. Segíteni próbálom. Nagy gyümölcs, nagy magja van, ez a piros ül a derekánnal vagyok egy picikét. Ez valószínűleg ez olyan dolog lesz, ami miatt óvást adnál be egyébként. Nem. Kikérem magamnak, ez egy segítség. Mit? Ez egy segítség. Hogy piros ül a derekán? Igen. Még egyszer mondom, ez médiahatóság, ez feljelentés lesz, de minden most addig nem tudom megfejteni. Piros ül a derekán. Piros. Hát arról esett. Nem, de neked mind a két fiú segített, mert a ketten... No. Mert látom, hogy tudják. Na. Utoljára mondd el, Szilmi. Szép lányka ül a fán. Lányka. Ez is lehet, hogy fontos, hogy lányka. Szerintem nem. Piros ruha a derekán. Mi a piros? Piros ruha a derekán. Hm? Szíve olyan, mint a kő. Az biztos. Mm-hmm. Tudjátok, mi lehet ő? Ez a piros, én beírom. Én nekem, én a legközelebbi megfejtésem... Segítek, a piros az egy szín. Segítség. Színi? Tudod, hogy inkább ne segíts, jó? Köszönöm szépen. Na, én meg vagyok. Én nekem ez megvan, nem lehet kérdés. 3, 2, 1... Az őszi vonat. Az őszi vonat mióta piros? Mert van egy kis piros kis folt rajta. A derekán. Jó, ez jogos. Na, tegyük föl. Tedd föl most azt. Cseresznye volt? A cseresznye. Miért lenne a derekán? De miért a derekán? Mondtam neked, hogy egy szín. De mit keresne a cseresznye a derekán? A lóg rajta. Hogyan fogalmazza meg valaki? Nem mondhatom azt, hogy piros. De nem, hát akkor azt úgy kellett volna mondani, hogy olyan, mint a terefere, piros közben, mint a here, és akkor a ló kérdezik, érted? Akkor vizuális el tud képzelni, hogy miről szól, nem? Ezekhez szoktál, nem kell, a telefele, zöldön lóg, a piros here, cseresznye. Nem, na jó. Ez nem volt meg. Én biztos voltam, hogy a cseresznyére gondolsz, szóval folyamatosan rákérdeztél a piros, és cseresznye fogsz írni. Én azt mondtam, összetettem a dolgot, és hogy az őszi barack kis piros posgáért, tudod? Egyébként van benne igazság. Jön a harmadik, ezt megoldjuk, Szandra, de tudni könnyű lesz. Minél jobban földhöz verik, annál magasabbra szökik. Nem tűnik ez túl bonyolultnak. Szerintem. Minél jobban földhöz verik. Így van, annál magasabbra szökik. De mondhatnám azt is, hogy emelkedik. Szívesen. És ennek nem nincs a derekán egy szín? Ennek nincs. Bármilyen lehet. Nincs a derekán egy szín. A fantáziádok. Jó. De nincs a derekán egy szín. Nincs. Mert már megint ugye a verikkel visszajönzébe, tehát már megint nincs. Nyilván. Jó. Ha ez nem az lesz színni, akkor mondom neked médiahatóság óvás, évig elhúzódó be. A labda. Ami lehet pöttyös is. Elbetű mindig nem most. Mennyit dolgoztam ezért. Viszont forgat a szobán. Pozitívum. Jó. Huszonöt ezer.
M, mint Mária. Látva egyébként, hogy mekkorákat pörgesz, remélem, hogy ilyen céges kötélhúzáson nem veled osztanak össze. Túloldalon a parkban beled, jól tudod, én megmondom, hogy ketten húzok, szanem 50 teszik. Enemy Nándor. Egyesülve. Százas. Az is. Fülnek. Kicsivel is beérünk. V, mint Viktor. Beértük volna. Deján akcióba lendül. Állatmódjára egy pár dolatlan forgatás. Fújj vissza! 25 ezer, amíg át nem megy. Ezt tényleg nem fújom, mert nem vagy. De én igen, nem. Szóval, R, mint Robert. De már! Jó éjszakát, ez a téma körül, ez köti össze, de hát ezeket a kifejezéseket. Te jössz, Ádám, forgatsz. Kétszázezer! P, mint Patrick. Jól láthatóan. Ezt látod, mit csinálsz, Ingo? Látom, már tudod. Igen. Én. Csak forgatom tovább. Hetvenötezer. D, mint zászló. Ádám most nagyon elkapta. Mondjuk váltottam volna az aranykártyával, már negyed óra jelen egy tárgynyereménye, több mint 100 ezer. Szép, mint cicak. Gyilmánckártya! Gyilmánckártya! Nincs mi a vég. Hát, jó. A féle, de a végén már nem ülök. Hát, ja. De mik akarod? Vesz a fődiátokot. A fődiátokot a Jerry Hooker. Ja, igazad van, nem teljesen pontosan is vettük a hülye szabályt. Szandra jön. Ez a baj szerintem, srácok, nagy baj van, hogy szerintem Szandra már tudja, 100 ezer. Sajnos az egyik még hiányzik, és... G, mint Géza. Hajj. Mi az? Én szeretnék kérni ebből a lehetőséggel. Gyilván kártya? Már is érkezel. Igazán sajnálok. De mielőtt forgatnék, miről beszélgessünk? Van egy két ötletem, hogy miről beszélgessünk. Na. Ádám, úgy hallottam, hogy... Néhány nappal ezelőtt voltatok egy legénybúcsón, néhány napot eltöltöttetek egy külföldi országban, mesélni erről néhány dolgot. Hallottam, azért történtek érdekes dolgok, és a vége van meg, úgy hallottam. Rágában voltunk egy ötnapos legénybúcsón. Öt nap. Az baszta. És itt van még az a durva, és még itt van. Egész szépen kitisztultál. Jól vagyok. Kié volt a legénybúcsón? Nagyon jó barátom, aki egyben az edzőm is, és neki ő fog most. Házasodni, igen, segítek neked. Ez a szó még nem jött vissza. Házasodni, és neki voltunk, neki búcsúztattuk el a fiatal legénységét. Azt el tudom, a fiatalságát, meg a legénységét, a boldogságát, a szabadságát. Így van, ő választott. Az állóságát, a jólamását, a jövőjét. Mi fér bele, Szandra, mi fér bele egy ilyen legénybúcsón? Tehát egy női szemmel, egy legénybúcsón, egy 5 napos legénybúcsón, azért oda szívesen elengednél valakit? Tehát, hogy tudnád, hogy a párod az esküvő előtt 5 napos legénybúcsón, vagy Prágában? Szerintem egyébként nem a napok számán múlik, hogy elmerjük-e engedni a leendő férjünket. Hanem a táncos barátok. Szerintem magán a férjelöltön múlik, hogy mi fog ott történni, és nem a napok számán. Esében elengedném 5 napra, én abszolút például megbízok a férjemben. Mehetne 10 napra is, hogy szeretne. Sőt! Igen, sőt! A 10 napadás menjen! De ne menjen! Igen. Te egyébként is egy jó asszony, de megbocsájt. Majdik is. Gyakorlöntöttük most egy kis demagógiával.
Na, ez tök jó volt. De és akkor jó munka volt az elején búcsú. Aktív voltál, szervezte? Fél évig szerveztük, szóval a végén nagyon ki voltam, hogy... De... Na most fél évig elmondom nektek, egy Cirque du Soleil előadás készül, nem egy ötnapos legény búcsú. De már megtelt mindent pontosan. Szervezünk, mikor mit csinálunk. Mi volt a legizgalmasabb pontja? A feladatokat, amiket meg kell csinálni a legjobb regénynek. Például? Meg kell adni ószert az utcán, oda kell... Nem mondtuk el minden, de nagyon élveztem, jól volt. Most ez volt az első legény búcsom, részt vettem, úgyhogy... Jó, majd szépen, hogy most beszél. Ibi, akkor szerintem el is.